sell-in mélyen go away tartja az amerikai mondást a tőzsdek vonatkozóan. Ez azt jelenti magyarul, hogy érdemes eladni májusban és majd csak szeptemberben visszatérni a tőzsdékre. Ez a stratégia az utóbbi években működött, most azonban még arra számítunk, hogy május első fele a felével is egyében telik, ezért korai még tétet tenni arra, hogy összevonnak a parkettek, de el lehet kezdeni kacérkodni ezzel a gondolattal, hogy véget ér az elmúlt néhány hét felívelés a tőzsdéken. A napokban és a mai kereskedésben is azért pozitív hangulatra számítunk, hiszen külföldön nagyon sok optimizmusra okot adó momentum, tényező adat jelent meg, amíg a következő napokban is kitarthat, ezért még a hazai parketten is gyűjtögetnénk a részvényeket, főleg a MOL-ban, illetve a Telekomban várunk felívelést, főleg a Telekomban figyeljünk, hiszen pénteken szelvényvágás lesz.